felzúdult Magyarország. Kozma gyilkosai enyhébb büntetést kaptak. A szurkolók bocsánatot kértek, a szakértők nem értik. A miniszter az ítélkezési gyakorlat felülvizsgálatát akarja. Célpontban a bíróság tördöfése. A Veszprém Aréna a Márián Kozma meggyilkolását követő első meccs lefújása után. Nekik is tapsolnak, de nem a teljesítményért. A Kozma gyilkosság vádlottjainak jogerős ítéletét ünneplik a rokonok. Az első fokon életfogytiglani fegyházra ítélt Rafael Sándor és Németh Győző másodfokon 18-18 év börtönbüntetést kapott. Sztojka Iván 20 év fegyházbüntetését pedig 8 év börtönre csökkentette a győri ítélőtábla. Foglalkozni fogunk a jogi körülményekkel is. Előtte azonban nézzük, milyen vélemények övezik az ítéletet. Én azt gondolom, hogy amit lát az ember és tapasztal itt a csarnokokban, illetve azok a megnyilvánulások, hogy az emberek jelentős része elégedetlen. Elégedetlen ezzel az ítélettel. A mester érthető módon még most sem tud megrendülés nélkül beszélni az eseményekről. A csapat öltözőjében egy kis szekrény őrzi Márián Kozma tárgyait. Szentírás, egy kép róla, nyakkendő. A vitrin az öltöző ajtaja előtt van, a játékosok minden edzés és meccs alkalmával elhaladnak mellette. Márián velünk van, mint sportember, mint olyan ember, akiből lehet nagyon komoly energiát, és az ő emlékéből egy nagyon komoly közösségi kohéziót meríteni. A csapat éppen a Szeged elleni meccsre készült, így Mocsai Lajoson kívül csak a sérült Illyés Ferenccel beszélhettünk. A büntetés enyhítése őt is letaglózta. Nagyon megdöbbentem, azonnal csörögni kezdett a telefonom, minden ismerősöm és mindenki, aki ismert a Kozmát, a Mariant, mindenki telefonált, és tényleg megdöbbenve hallgattuk ezt, és ugye nem is tudom, az emberek mennyire vannak az a tisztában, hogy a magyar jogrendszer hogy működik, mert hogy ugye a 18 év, meg az a 8 év, az mégse 18 év, mert jó maga viselőtte sokkal korábban is szabadulhatnak, és hogyha levonjuk azokat az éveket, akkor azt hiszem, hogy hát szinte hihetetlen, hogy ennyivel megúszszák. A játékos jó viszonyt ápol Petre Kozmával, Márián édesapjával is. Most viszont nehéz volt felvenni a kagylót. Amikor az elsőfokú ítélet megszületett, akkor bátran hívtuk föl, hogy igen, Petre, látod, igazad volt, megbíztál a magyar ítélethozásba, és egy olyan ítélet született, ami példaértékű lehet akár. És hát most meg azon vitáztunk, ki fogja felhívni, úgyhogy... Ki hívta fel? Végül én hívtam föl, de ő már tudta az ítéletet, őt már értesítették, gondolom, hivatalból. Mit mondott neked Peter Kozma akkor, amikor... Hát elég morcos hangon beszélt. Hogy Petre Kozma morcos, azt mi is megtapasztaltuk. Un făptuito mare morșeviu, mare nemernicie. Și primul gând al meu a fost să dea Dumnezeu cei care au dat acest verdict să pățească la fel ca mine, mie nevastă mea nu mai vede. Deci soția mea este aproape oarbă, de a făcut un șoc, a făcut un șoc și nu mai aude cu urechea stângă. Tot omul de rând, omul cinstit, omul corect, toți au rămas înmărmuriți. Nu numai în România, să știți. Pentru că eu nu o să compar niciodată Ungaria, toată Ungaria cu scârbele astea, indiferent că spun de delicvenți sau indiferent că spun de cei de magistrați, de judecători. Pentru mine sunt niște scârbe, dar eu niciodată n-am să compar toată Ungaria cu ei. Noi a román sajtóba is belenéztem, és hát ott is tényleg megdöbbenéssel fogadták ezt, és felháborodottam. Én azt hiszem, hogy egy kicsit csalódást okoztunk Marian szüleinek, és Marian emlékének is ezzel. Veszprémben az embereket kérdezzük. Szerettünk volna találni valakit, akit a másodfokú ítélet nem döbbentett meg. Nem sikerült. Nem erre számítottam. Abszolút nem erre. Mire tetszett számítani? Amit mondanék, azt nem mondom, jó? Mert az nem publikus. Ez nem az én tisztem, hogy ezt megítéljen, de minimum azt is volt, hogy tettek el ilyen kérdésemből. Szerintjük fel a tesztelemét, hogy a kapásból. Megdöbbentő.
Mit tartott volna jó ítéletnek egyébként? Hát legalább életfogytiglan, de úgy, hogy ki se jöjjenek. Sajnos itt azt hiszem, hogy az igazságügyet is valamilyen formában meg kéne reformálni. Szóval ez egyszerűen hihetetlen. Az első fokú ítélet az tökéletesen megfelelte a realitásoknak, és szerintem azt mindenképpen helybe kellett volna hagynia a másodfokú ítéletnek. A másodfokkal azonban még nincs feltétlenül vége az ügynek. Minden jogerős ítélet ellen, ha ennek megvannak a törvényes feltételei, felülvizsgálati eljárásban el lehet járni. El fog járni a legfőbb ügyészség? Ezt erre akkor tudok pontosan válaszolni, amikor a győri ítélőtáblának az írásba foglalt határozata meg fog születni. Ezt alaposan végig fogjuk tanulmányozni, és az iratok ismeretében törvénynek megfelelően fog dönteni. A szóvivő azt magyarázza, hogy az ügyészség nem háborodhat fel. Ugyanakkor arról is beszél, hogy nincsenek megelégedve az ítélettel. Minden esetre az kijelenthető-e, hogy a bírósági ítélet nem tükrözi az ügyészségnek az üggyel kapcsolatos jogi véleményét? Határozottan kijelenthetem, hogy az ítélőtáblának az ítélete nem tükrözi az ügyészség véleményét. Magyarán mondva és világosan mondva, az ügyészségi álláspont jóval szigorúbb, de a törvényen alapul, mint amilyet a győri ítélőtábla hozott. A kulcskérdés a tényállás megállapítása, illetve a minősítés. A volt büntető kollégium vezető azt emeli ki, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú tanács tényállásra vonatkozó megállapításait nem bírálta felül, az ezt kérő ügyvédi előterjesztést elutasította. Ha tehát a tények ugyanazok, hogyan lehet más az ítélet? Ha a bíróság az elsőfokú ítélet indokolásában ezt a kötelezettségét, értékelési, mérlegelési kötelezettségét teljesítette, akkor ez kötelezően irányadó a másodfokú bíróság számára a saját eljárásába. Ebben az esetben, amikor a másodfokú bíróság megállapítja azt, hogy az elsőfokú bíróság által végzett ténybeli feltárás az jogilag megalapozott, tehát magyarán azt az eljárást azt nem kifogásolja, az együtt jár azzal is, hogy az elsőfokú bíróság által hozott ítéletet is helyben hagyja? Akkor arról van szó, hogy a tényállás megalapozott, tehát ahhoz nem lehet hozzányúlni csak akkor, ha megalapozatlanságot az eljárási törvényben megszabott feltételek mellett ő kiegészítette. De jelen esetben arról van szó, hogy a másodfokon eljárt bíróság tanácselnök az ítélet kihirdetésekor azt mondta, hogy a védelmi fellebbezések, amelyek a megalapozottságot támadták, ezek teljesen alaptalanok. A győri ítélőtábla szerint nem volt szándékegység az elkövetők között, Csoki pedig indulatból szúrt. Völgyesi szerint ez hibás álláspont. Hát táncolatságba vagy szórakozni úgy megyünk, hogy ilyen hatalmas késekkel felfegyverkezve megyünk oda. Nem csak szíven szúrta, hanem valami rettenetes, nagyméretű késsel szét is szabdalta a szívét. Hát megforgatta a kést benne, széthasította a szívét, ami egyértelműen arra utal, hogy esélyt se akart adni vagy hagyni ennek a szerencsétlen sportolnak arra, hogy az életét megmentsék. Völgyesit erősíti egy elmélet. Hangsúlyozzuk, elmélet, amely szerint Kozmát tervezetten ölték meg. Az ölésben jártasak szerint már a vesényszúrás is tudatos volt. Ezt követően a kézilabdázót kifárasztották és kikergették az épületből. Mivel belső vérzése miatt teljesen legyengült, az utcán, ahol már nem volt képes védekezni, könnyedén kivégezték. Módszeresen, közösen. Az elsőfokú bíróság a szándékegységet is megállapította, és amennyire tudom, a másodfokú eljárásban eljáró bírói tanács ezt a momentumot is kihagyta, illetve azt mondta, hogy ez nem bizonyítható, hogy fennállt a szándékegység. Tulajdonképpen ezt megváltoztatta, mellőzte, megcáfolta. Tehát ez büntetőjogi szempontból messze nem mellékes körülmény. Sőt, ez a, hát ugye a minősítés és a kiszabandó büntetés szempontjából ez egy nagyon fontos körülmény. Bősze Ferenc helyi ügyvéd máshogy látja. Szerinte hiba volt, hogy az elsőfokú eljárás Veszprémben zajlott. Úgy éli, a közvélemény azért követel szigorú ítéletet, mert az áldozat élsportoló volt, az elkövető pedig cigány. Ha ezt nem Veszprémben tárgyalják, akkor születik elsőfokon mondjuk 14 év, amit a ítélőtábla felemel 18 évre, és már mindenki elégedett. Született egy megalapozatlan, született egy olyan ítélet, amely nem más, mint a közvélemény nyomására történt, és ezt a ítélőtáblának helyre kellett tenni, orvosolni kellett.
kúria elnöke az, aki a magyar bíróságok ítélkezési gyakorlatáért felel. Vizsgálja felül és nézze meg, hogy az ítélkezési gyakorlat valóban minden szempontból megfelele a jogszabályoknak és a társadalom elvárásainak. Én azt hiszem, hogy ebben benne van a véleményem is. Navracsics Tibor igazságügyi miniszter ezt levélben is elküldte Darák Péternek, a kúria elnökének, amelyben több ügyre is utalva éppen a társadalmi felháborodás és az ahhoz képest enyhe bírói ítéletek ellentétét firtatta. A TASZ szerint ez elfogadhatatlan lépés volt. Az az üzenetem, az az értelme ennek a lépésnek, hogy az igazságügyi miniszter és hát rajta keresztül a kormányzat nem tartja tiszteletben az ítélkezésnek a függetlenségét. Az igazságszolgáltatásnak ön szerint célja az is egyébként, hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljen? Nem, az igazságszolgáltatásnak ez nem feladata. A jogalkotónak a feladata, hogy a társadalmi elvárásokat figyelembe vegye, akkor, amikor megalkotja a törvényeket, például a büntető törvénykönyvet. A volt tanácsvezető bíró vitatja ezt az álláspontot. Ez az egész eseménysor és ennek a végső jogi értékelése, ez valahol nem igazán felel meg az átlagosnak mondható szélsőségektől mentes természetes jogérzékeknek. És a jogtudománynak olyan követelményei is vannak, hogy a büntetésnek el kell érni azt, hogy egyrészt megtorolja az elkövetőn, az elkövetett, a megvalósult súlyos bűncselekményt, másrészt általános visszatartó erőt is kifejtsen, tehát a társadalom minden tagjával szembe. És hogy az ítélet erre alkalmas-e? Hát egy ilyen ráadásul már így kialakult helyzetben ez az ítélet és maga a büntetésnek ilyen generális prevenciót kifejtő hatása nincs, nem lehet. A Kozma gyilkosság enyhébb ítélete feletti közfelháborodás jól mutatja, mennyit változott 10 év alatt Magyarország. A szintén megölt Simon Tibor labdarúgó 4 támadója megismételt eljárása jogerősen összesen 8 évet kapott. Azt az ítéletet nem követte népharag.